A magyar zene és a magyar zenetörténet nagyjairól szólt a Lavottától Kodáig címmel megrendezett konferencia. Szép Halomba a magyar zenetudomány jeles személyiségei hozták el legutóbbi kutatásaikat előadások formájában. Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntőjében arról szólt, miért fontos a városnak, hogy a zenekarok működése mellett a tudományos zenei élet is jelen van Sátoraljóújhelyen. Sátoraljóújhelyben nem csak kamerazenekarunk van, hanem valóban tudományos munkásság is. Például a Lavotta vermunkosok kutatásában, kiadásában, az nekem polgármesterként nagyon nagy jelentőségű. De én azt hiszem, hogy mindenki így van vele. Bónis Ferenc 60 éves tudományos munkájának nagy részében az újkori magyar zeneszerzők életművének feldolgozásával foglalkozott. Legutóbbi kutatásának eredményét Szép Halomba is elhozta. Kodály és Móricz egymás művészetére gyakorolt hatásáról beszélt. Egyetlen konkrét együttműködés volt ugyan köztük. Móricz Zsigmond 1917-ben írt Pacsirtaszó című darabja, amelyhez Kodály írt zenét, de aztán kölcsönös inspiráció alapján nagyon sok műbe belejátszott Móricz Zsigmond ihletése és példája, hogy ne menjek messzebb. A Hári Jánosban is benne van bizonyos tekintetben, a Székelyfonóban is benne van, és Móricz írásaiban viszont nagyon sok van, ami Bartókkal és Kodállyal foglalkozik. Az anyanyelv ápolása mellett legalább olyan fontos a hazai muzsika életben tartása, hangsúlyozta Dombóvári János, a Művészeti Iskola igazgatója, aki Kazinczy Ferenc és a Muzsika címmel tartott előadást. Külön öröm, hogy a Lavotta kortárs Kazinczy Ferenc, akinek irodalom szervezői munkásságát tartjuk elsősorban számon, az életrajzát behatóban megismerve, mennyire közeli kapcsolatot ápolta a zenével. A konferencián az idén 80 esztendős Bónis Ferenc Széchenyi díjas zenetudóst felköszöntötte a város vezetője és a Művészeti Iskola kollektívája.